tárgyalt róla a képviselőtestület, hogy előbb-utóbb fel kell újítani az Árpád utcai iskolát, hiszen ez egy fontos kérdés a város életében. Hogyan fog kinézni ez a beruházás, mert hogyha minden igaz, akkor ez is elindul az idén. Így igaz, és ez is egy zöldmezős beruházás lesz. A meglevő ingatlanokat, a meglevő épületeket, azt mind elbontjuk, és helyette egy vadonás új, korszerű épületet fogunk építeni. Nagyon hosszú ideig húzódott, ameddig a forrás sikerült biztosítani. A két épület, három ingatlant vásárolt az önkormányzat, egyrészt a régi iskolaépület, amelyik a miénk volt, a mögötte és a mellette levő ingatlanokat hozzávásároltuk, így három ingatlan egyesítését követően épül meg az új iskolaépület. Két utcáról lehet majd megközelíteni, tehát mind a két határoló utcáról bejárata lesz. Az egyik a fő bejárat, a másik egy gazdasági bejárat. Az új épület kielégít mindent, ami egy jelenlegi iskolaépületnél előírás, és azt hiszem, hogy a gyerekeknek egy méltó helyet biztosít a tanulásra. Hol fognak tudni addig tanulni a gyerekek, hiszen ez a beruházás ősszel kezdődik majd meg, nyilvánvalóan zavarná ez a tanítást, hol tudnak majd addig a gyermekek tanulni? Az igazgatóasszonnyal tárgyaltunk, megnéztük a lehetőségeket, és végül is a régi postaépület, a templomtéri postaépület első emeleti helyiségei mellett döntöttünk. Ezt átmenetileg kialakítjuk iskolaépületnek, azt azért nem szabad elfelejteni, hogy ez az épület valamikor egy lányiskolaként működött, tehát igazából nincs messze az oktatástól. Időközben persze más funkciókat kapott, de így is az első emeleti helyiségekben ki tudjuk alakítani azokat a tantermeket, azt a kiszolgáló helyiségeket, melegítőkonyhát, étkező helyiséget, amire a gyerekeknek szükségük van. Ezek a munkálatok jelenleg folynak, és várhatólag augusztus végére készülnek el, úgyhogy szeptember 1-én semmilyen akadálya nem lesz, hogy itt kezdjék meg az oktatást. Hogy itt is fejezik be ezt a tanévet, az majd folyamatában dől el. 7 hónap a új iskolaépület megépítésének az ideje a szerződés szerint. Ez átcsúszik már a második fél évben, tanév második fél évébe. Úgyhogy elképzelhető, de ez még az igazgatóasszonnyal egyeztetünk, hogy akkor az egész tanévet a postaépületébe fejezik be, és akkor a 2016-17-es tanévbe költöznek át az új épületbe, annak ellenére, hogy el fog készülni hamarabb. Mennyibe fog kerülni az a beruházás, amiből megépül majd az Árpád utcai iskola? Erre a beruházásra a 2015. évi költségvetésben bruttó 300 millió forintot biztosított a képviselőtestület. A benyújtott árajánlatok alapján, illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően bruttó 304 millió forintos ajánlatot kaptunk. Ehhez egy 5%-os tartalékkeretet biztosítottunk a nem várt események miatt, tehát így közel bruttó 320 millió forint lesz ennek a költségének az új épületnek. Természetesen az új iskolaépület jóval nagyobb lesz a mostaninál, a kapacitása is 50%-kal növekszik, erre is igény volt, az elmúlt években már szűk volt az iskola, tehát nem tudott több gyereket felvenni, így kapacitás növekedés is van, és a meglevő három osztálynak is sokkal kényelmesebb, sokkal tágasabb osztálytermei lesznek. Egy kerengővel, sportteremmel, tornateremmel, tehát minden, ami szükséges az oktatáshoz. Nyilvánvalóan akkor kezdődik meg egy beruházás kivitelezése, amikor minden feltételehez adott, és ezek nyilván most voltak adottak, nem lehetett hamarabb elkezdeni. Az a célja mindenkinek egyébként, hogy a lehető leggyorsabban megfelelő, méltó elhelyezésre kerüljenek azok a gyerekek, akik eddig ebben az épületben tanultak, mindenféle kompromisszumokat kötve az oktatás célja és a saját kényelmük érdekében, most átmenetileg a postaépületében, a régi postaépületében kaptak 3 nagy kényelmes tantermet, és mire végeznek az építkezéssel, ez március végére várható, addigra tényleg olyan körülmények között tanulhatnak majd, amire szükségük van.
Elképzelhető az, hogy még a 2015-16-os tanévben vissza tudnak ide költözni a diákok, vagy át tudják venni az új épületet? A tervek szerint igen, mert 2016 március végére, április elejére van a építkezés vége prognosztizálva. Itt a kérdés az az, hogy az iskola igazgatónője a tantervel, illetve a munkával, az iskolai munkával összeegyeztethetőnek tartja, hogy évközben költözzenek, vagy sem. Nagy valószínűséggel én úgy gondolom, hogy célszerű volna tanévtől tanévig nem bolygatni a gyerekeket, és akkor a következő tanévet már itt tudják kezdeni. Miről számoltak be a pedagógusok? Hogyan tudtak ebben az épületben üzemelni? Hát, ahogy mondtam, nagyon sok kompromisszum árán, nagyon kicsi helyen, nagyon zsúfoltan. Olykor a mosdókkal is problémák voltak, úgyhogy az már nem volt méltó se Budaörshöz, se az elvégzett pedagógiai munkához, ahogy neki kidolgozniuk kellett. A mostani réglenes tanterem, ami a régi posta épületében van, az egyfajta előrelépés lehet az oktatás szempontjából? Mindenképpen előrelépés. A múlt héten még az évnyitó előtti napon körbejártuk a régi posta épületében azt a három tantermet, amit most elfoglalhattak az idejáró diákok. Az gyakorlatilag minden szempontból előrelépés a számukra. Tágasabb, kényelmesebb, fel van újítva, teljesen jól használható, még ebédlőjük is van külön, ami direkt oda kapcsolódik ehhez a tanteremegységhez. Hát mindenki nagyon örült, és azt mondták, hogy már akár itt is maradnának, mert annyival jobb már most a régi posta épületében is nekik, mint ahogy itt kellett dolgozniuk. De az még mindig csak egy átmeneti megoldás, és azt szeretnénk, hogyha tényleg a városhoz méltó körülmények között tudnának majd ide visszaköltözni jövőre. Mik a tervek az iskolával kapcsolatban, az iskola épületével kapcsolatban? Milyen olyan segédeszközök kerülhetnek oda be, ami az oktatás segítheti? Az összes felszerelést, ami ebben az iskolában használtak, azt mind most átvitték az ideiglenes elhelyezésű szolgáló posta épületbe. Ott is már teljesen jól lehet oktatni. Nyilvánvalóan, amikor majd újra beköltöznek, akkor a bútorok egy részét, illetve a felszerelési tárgyak egy részét majd le kell cserélni. De egy ugyanolyan 21. századi iskolát képzeljünk el, mint ami az egyes számú iskola, ugye? Hát majd arra térjünk vissza, amikor ott tartunk, de én nagyon bízom benne, hogy minden szempontból az időnek és a városnak megfelelő oktatási színvonalat tudunk majd itt is biztosítani. Minden bizonnyal már a mostani elhelyezésük is sokkal komfortosabb, mint ahogy itt kellett tanulniuk és dolgozniuk a gyerekeknek, illetve a pedagógusoknak. Mosdóra is nem a főépületbe kellett elmenni, ez már most is sokkal kényelmesebb. Van megoldva, ahol még az akadálymentesítése is igyekeztek odafigyelni a postaépület használhatóvá tétele közben, úgyhogy már most fejlesztő szobájuk is van, ami korábban sokkal zsúfoltabban oltottak csak meg. Úgyhogy már itt is el tud működni az iskola, egészen addig, ameddig ez be nem fejeződik. Tehát ezek a gyerekek most jó helyen vannak, megnyugodhatnak a szülők, nemhogy nem csökken az oktatás színvonal, vagy az elhelyezésük színvonal az átépítés alatt, hanem már most jobb körülmények között vannak, mint eddig. Az új épületek átadását követően bővíteni is szeretnénk a játszóudvart is, úgyhogy az önkormányzat a hátsó telket is megvásárolta, úgyhogy azt szeretnénk, hogy minden szempontból, tehát ne csak az épületen belül, hanem azon kívül is ideális körülmények között tanulhassanak a gyerekek.